Torontálvásárhelyi Devils motoros klub tagjai télapónak öltözve kétkerekű járgányaikon meglepték a legkisebbjeinket. Délelőtt 10 órakor indulva a Kolibri óvodába látogatták meg a gyerekeket, boldog karácsonyt köszöntve. A szép számban összegyűlt gyerekeket lepték meg csomaggal. A gyerekek nagy örömmel vonultak ki az udvarra. Mindenki fényképezkedhetett a motoros télapókkal, és egészen közelről megcsodálhatták a csodamasinákat, sőt, még fel is ülhettek rá. Drága Gyuráskovics, a Devils motoros klub titkára elmondta, hogy a klub 11 éves fennállása alatt számtalan humanitárius akciót és megmozdulást szerveztek. Ezen a karácsonyon a legkisebbeknek szereztek örömet. A szervező elmondta, hogy 7 motoros jelent meg, de minden tag hozzájárult ahhoz, hogy ez az akció megvalósuljon. Felvonultak a falu központjában is a járókelők örömére. Pored mnogobrojnih humanitarnih akcija koje je MC Devils organizovao tokom svojih 11 godina postojanja, rešili smo u ovoj godini da obradujemo i naše najmlađe, da obiđemo predškolsku ustanovu i da ih obradujemo paketićima. Nemes cselekedettel próbáltak a motorosok szentestelőt egy nappal mosolyt csalni a gyermekek arcára. Drága Gyuráskovics elmondta, hogy fontos, hogy saját környezetükben minél többen tegyenek azért, hogy másokon segítsenek. Különösen nagy hangsúlyt kapnak a jótékonysági rendezvények a tél beálltával és az ünnepek közelettével. Pripremljeno je oko 70 paketića za naše najmlađe, da im uveličamo ovaj praznik, da im poželimo srećnu novu godinu i da im ostane dugo pamćenje i ujedno da skrenemo pažnju i da pojačamo apel i ostalim sugrađanima naše cenjene Debeljače, naše cenjene opštine, da budu humani, budu dobri, činite dobrim, dobro će se vratiti. Danas je došlo 7 dedamrazeva iz motokluba Devils, pripremili smo paketiće, obradovali smo najmlađe, obišli smo ovaj, napravili smo jedan mali defile kroz centar Debeljače kako bi obradovali i sugrađane, a ujedno smo obišli preškolsku ustanovu i obradovali najmlađe. Obradovali su i oni nas sjajnim recitacijama. Mi, mint motoros egyesület, létezünk már egy 10 éve, és ez már hagyományos szervezkedés, ami ezt illeti a karácsonyi ünnepekre meglepni a gyerekeket. Remélem, hogy a gyerekeknek is egy kis boldogságot tudtunk ebben festeni. Körülnéztük a motorainkat, hoztunk nekik ajándékokat, remélem, hogy tetszeni fog nekik, és mivel ez hagyományos, jövőre is persze meg fogjuk ismételni ezt, és alig várjuk. A piros ruhásoknak az óvodások nagy örömmel énekeltek a szeretet ünnepén. A motoros télapók megígérték, hogy jövőre is eljönnek, és ismét hoznak a gyerekeknek csomagokat.